És hát megérkezett első vendégünk ide a stúdióba, Kaposvári József cipész, szervusz, köszöntelek itt téged. Szia! És hát annyira gyorsan jöttél, érkeztél, hogy egyből a cipész műhelyedből jöttél, és hoztad el nekünk azt a cipőt, aminek kapcsán indult az egész beszélgetés ötlete, mégpedig az, hogy nem akárkinek készül ez a cipő, hanem magának a Magna Cum Laude énekesének, ugye Mező Misinek készítettél egy cipőt, és már nem ez az első lábbeli, amit ő tőled hord majd. Na, kezdjük az elején. Most végezted el az utolsó simításokat, azt mondtad egy néhány perce ezen a lábbelén. Mutasd meg nekünk akkor. A kék és narancsárgáról van szó. Szóval. Média történeti pillanat. Még Mező Misi se látta a cipőjét. Misi, itt a cipőd, ilyen lesz. Szuper! Kék és narancsárga, és nem véletlen a színválasztás. Hát ez úgy történt, ez a színválasztás, hogy a Misi szólt, hogy elkészültek a stúdió felvételek a Kék és Narancsárga című nótáról, és átküldte nekem. Amúgy a Republik. Így van, a Republik frontemberének költeménye, a Lacikáé. És meghallgattuk ezt a nótát, és otthon a páromnak így mondta, hogy hát Józsi, hát cipő emlékére csináljunk neki egy cipőt, és akkor legyen ez a cipő kék és narancsárga. Ezzel az ötlettel felhívtam a Misit, és persze nem zárkózott el előtte, ezelől. Elküldtem neki a skicceket, és ugye ezt választotta ki az úriember. Mesélj egy kicsit akkor erről a cipőről, ugye bőrrel dolgozol. Hát ez a cipő, egy angol varrott cipő, aminek az alapanyaga az bőr. Ebbe minden bőr. Szóval nem tudok más mondani, csak annyit, hogy minden bőr, és kézzel készült. Maximum a koptatók, amiket itt láttok rajta, azok a gumi idegen anyag. És a bőröket az kicsit necces volt beszerezni. Ebben az üvegbort kicsit odéteszem, hogy lássuk, amit mutatsz, igen. Ebben a színben nehéz volt beszerezni, de végül is sikerült eltalálni a színkombinációt. Hát volt világosabb, sötétebb, és a Misi ezt választotta. Isten illata van nagyon egyébként. Nagyon szeretem. Érzem rajta a bőrillatot, meg egy picit még ugye a ragasztás is. Nincs talán ragasztó rajta, ez csak csiríz. Akkor ez az új illat. Ez ilyen új illatúnak illat kell lenni egy cipőnek. Igen. Azt a és hogyha már itt vagyok, akkor bemutatnék egy másik technikát is. Igen, ezt akartam itt kérdezni, hogy a hogyan. Másik technika, ő egy gojzer varrott cipő, is. Igen. És egy fűzött fejű. Ez a Misinek is készült ugye egy ilyen, csak ő neki barnába tetszett meg. Ez a verzió. Ez annyiban más, mint az előző technika, hogy itt több látszik. Itt három sorban van varva. Először fölvarjuk rá a rámát, utána a köztalpat, és utána kerül rá a talp. Itt először varrunk egy rámát. A ráma az micsoda? A ráma, amire az egész cipő fölkerül. Uh-huh. Az első. Tehát az alapja, az első réteg. A cipő lelke. Ezt azt lehetne mondani, hogy a cipőnek a lelke. A ráma. És ez úgy szokták mondani, hogy ez mutatósabb, dizájnosabb, a gojzer varrott cipő. Ebben létezik körgojzer. Hát nem tudom, meg tudjuk-e mutatni, mint az enyém. Hiszen saját magadnak is megkészíted a cipőket. Sok ilyen gojzer cipőt készítettél? Mondhatjuk, hogy ez az egyik olyan dolog, ami hozzád köthető, a nevedhez köthető, ez a fajta stílus? A zsivány stílust képviselem, én nem az eleganciát szeretem, hanem én a kicsit zsiványosabb stílust. Aha, és hát látjuk, hogy bohókás színeket is használsz akár. Igen, bátran játszom a színekkel. Anyag elegancia, így zsiványosan. Így van. Hogy kerültél te kapcsolatba a Mező Misivel? Hát a Misi az itt volt Makón a Walker Fesztiválon, és én láttam a Voice-ot, és láttam egy nagyon számomra nem tetszett ez a cipő, amit láttam a lábán, és oda mentem hozzá, és bemutatkoztam, mondtam, hogy mivel foglalkozom, és szóltam meg, hogy én is tudok csinálni neked valami ettől frappánsabb, meg vagányabb cipőt, és akkor azt mondta, hogy hát akkor lássuk a munkádat címszóval. Fotókat mutattam neki, és utána, ahogy látott két-három fotót, mondta, hogy azonnal indulhatunk a műhelybe, és szóltak a fiúk neki, hogy hát nem sokára koncertet fogsz játszani, és akkor ezt így nem kellene megoldani, és mondta, hogy koncert után. Számomra azért volt ez ilyen meglepő, hogy egyből elindult a fiú, mert koncert után eléggé zúgott az eső, meg tényleg meg fáradtak voltak, meg előtte is voltak valahol. Semmi ilyesmit nem mutatott. Fogta, jött, meglátta, leült a műhelybe, és kiszúrta az első munkámat. Fölhúzta a lábára, és azt mondta, hogy na, akkor most leméred a lábam. Uh-huh. És akkor szerdán találkoztunk,
rákövetkező nap szerdán már fönt Budapesten találkoztunk, ahol elkészült neki a prototípus cipő. Hát ott az órával történtek problémák, hogy neki nem tetszett. Azt megoldottam, és azóta ez a saját kaptafája, ez a saját formája, és most már erre kéri a cipőket. Van egy mezőmisi kaptafa műhelyedben. Hát a felesége, aminek nem nagyon örül, de hát ez van. Hát kinek mi a hobbija? Hanyas lába van a mezőmisinek? A mezőmisi az egy ilyen köztes lábú. Én azt mondanám, hogy 41 1/3-os körülbelül. Uh-huh. És hát külön egyedi méretre szabva minden. Saját elképzelése. Az utolsó kis. Így van. Most egy bakancsot szeretne magának. Még a felesége nem tudja. Ez még titkos. És a többi tagnak is készítettél cipőt, ha jól tudom. Mindenki kapott egy cipőt, és ott pont az volt a jó, hogy kiélhettem magamat. Mert ugye volt, aki a full elegánst kérte, az a fekete-fehér verzió volt, akkor a szint is kérte a fekete-fehér verziót, a dobos az ugyanilyet kért, csak ott az volt, hogy a ráma az megmaradt, és nem lett befestve. Ez a kettő lett az elegáns. Hát a kedvencem a karamisi, hát ő három színűt kért, fekete, sárga és zöld, a mai napig hordja, ami számomra meglepő volt. Most is voltunk egy koncertjükön, meghívtak, és akkor úgy jelentkezett, hogy na, tesókám, és akkor mutatta és a cipőjét. Cipő volt rajta. Az, és abban is volt a Fidelicus showban is, ott is fölléptek, és akkor is az a cipő volt rajta. Milyen érzés neked ez, hogy ők hordják a te cipődet? Hát, ez számomra meg nagyon jó érzés, meg úgy mond, hogy örülök neki, hogy a Misivel találkoztam, mert mióta Misivel találkoztam, mondjuk X idő alatt, az ő segítségével tudok hozzáférni azokhoz az anyagokhoz, amiből érdemes ezeket a cipőket elkészíteni. Mert az a baj, hogy itt Magyarországon ennek az alapanyaga az eltűnt. Úgy, mint ez a szakma is, hogy cipész. Te most, kitől tanultad? Hát nekem nagyapám volt cipész, igazi csizmadia volt. Aztán bent Szegeden a 624-es szakmunkás képzőben. Hát aztán innen, onnan, ettől, attól. És legvégül Salai Tibi bácsitól, akire mai napig büszke vagyok, hogy beengedett a műhelyébe egy darabig. Utána már számára is konkurenset jelentettem. Azt mondta, hogy ügyes vagyok, és most már a saját szárnyamra engedett elég rövid idő alatt. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy egész életedben gyakorlatilag ez volt az a szakma, amit folyamatosan próbáltál, csiszoltál, tökéletesítettél, tanultál másoktól, meg magadat is képezted, ahogy... Hát azt szokták mondani, hogy az anyag eladja a cipőt, de ahhoz valamilyen szinten tudni kell. És most, hogy voltam fent Budapesten, megismerkedtem egy divattervezővel, és valószínű, hogy vele fogok együtt dolgozni, mert tetszettek neki a munkáim, és azt mondta, hogy le fog jönni Makóra, a kis műhelybe, és elkezdünk egy saját tervezés alapján elkészítünk egy pár cipőt, és megpróbáljuk forgalomba helyezni. Azt a mindent, akkor lehet, hogy Makó most már nem csak mondjuk a hagymáról, vagy a fürdőnkről, vagy az élményekkel teli kalandokról lesz híres, mint ugye a kalandparkból, amit tenni lehet, hanem akár a cipőkről is. Hát logódat még mutasd már meg, azt láttam az előbb, ahogy így forgattuk. Ugye minden cipő egyedi jelzéssel van ellátva, és ha jól láttam, akkor egy hagyma is van a színvonalban. Igen, igen, igen. Mint a Kaposvári, és utána Makó. Hát, hogyha Makón vagyunk, akkor legyünk makóiak. Hogy azért legyünk büszkék arra a városra, ahonnan elindultunk. És ne felejtsd el, honnan jöttél. Kicsit utalás a magnak a Meonéra. Így van. Másoknak is készítesz cipőt, ha jól értesültem, a sztárvilágból. Ami, így van. Most legutóbb a Ferkóval sikerült összejönnem, a Misivel való tekintettel. Hát ő egy kicsit nehezebb fiú, mint a Misi, mert nagyon elfoglalt, és nem nagyon ér rá. Önök a Beatrice frontemberéről besz, nem? Nem. Ő még nem hívott vissza. Ő még nem. Mert ő is volt Makkolon, lehet, hogy vele is. Igen, igen, volt egy közös fotó, meg aztán beszéltünk is egy pár szót, és akkor azt mondta, hogy megfontolja. És a Ferko az ő? A Ferko az a Karamell. Ja, Karamell. Ja, igen, nem ismerik. Számomra, hogy ki a Ferko. Molnár Ferenc Tehát Karamell. Molnár Ferenc Karamell, és akkor Karamellnek is készült cipő? Igen, igen, neki egy magas szárú, igazi zsiványos bakancs készült.
Szuper. Valakit még kipicéztél magadnak így a jelenleg futó énekesek közül? Hát, van-e még folyamatban valami munka? Hát mondjuk azt mondtam, megmondtam magamnak, hogy nem szeretném elkiabálni a dolgot, de számomra az igazi zsivány is megvan. Ő a Majka. Tegnap fölhívott, és felvettük a kapcsolatot, és valószínű, hogy találkozni fogunk Budapesten, és megtörténik a csoda. És akkor Majkán is a te cipőd lesz, hát illetve az a cipő, amit te készítesz. Igen, hát számomra ő az igazi zsivány. Szóval most nem az, hogy a misék azok más stílust képviselnek, de azért a Majka az az igazi zsivány, az az odaszólós, meg ő tényleg megmondja, mi a frankó. Szóval nem úgy van, mert megtaláltam a Facebookon, küldtem neki fotókat, hát mit mondjak, számomra is meglepő volt, hogy melyik cipőt választotta. Szolidat? Tessék? Szolidat választott? Nem. Ez volt meglepő? Nem, hanem ugyanezt a verziót választotta, csak barna fonotba. És számomra meglepő volt. Na már látjuk. Majd figyeljük a klippeket, hogy mikor lesz. Hát azt majd én is. Ez a cipő, azt te is. Most korábban, hát közeli, távoli célok között, akkor van még valami más, amiről lehetne álmodni, amiről szeretnél, amiről álmodozol? Vagy most úgy érzed, hogy igen, jó helyen vagy, megvan a cipészműhelyed, tudásod, hát, most már kapcsolatokat is építesz. Építgetem, és szeretném, hogyha ez a kis műhely kinőni magát olyan szinten, hogy ugye Makón volt valamikor cipőgyár, és számomra ez így, én is tanultam ott, ott kezdtem az iskolás éve, mármint a szakmunkás éveimet, és nagyon sok szakmunkás van itt Makón egyébként, akik nagyon ügyesek, és nincs munkájuk. És hogyha ez a dolog fölfut, föl tudnánk legalább mondjuk háromszorosára emelni, ami most működik nálam, akkor tudnék fölvenni olyan embereket dolgozni, akik meg tuti, hogy megbíznék a bizalmában, mert tudom, hogy ügyesek és idősek, és máshoz nem értenek, csak a cipőhöz. Mert ezt csinálták egész életükben. Csak ugye megszűnt a cipőgyár, és nem tudtak máshol munkába helyet. Na teljesüljön akkor ez az álmod, és ezt kívánom. Köszönjük szépen, hogy elhoztad ezeket a cipőket, meg biztosan hallunk rólad. Én köszönöm a meghívást. Majd sasoljuk akkor az említett sztárok lábait is. Figyeljétek a Hunyadi utcát. Egy kaposvári cipőt, és hát a Hunyadi utcán meg ugye megtalálhatunk téged mindig a cipőboltodban. Aki szeretne hasonló cipőt, ez betérhet, és hát biztosan meg tudtok egyezni, meg tudjátok beszélni, hogy milyen legyen ez a cipő. Azt még azért, hogy utoljára, hogy zárásképpen, hogy az a Pál Dénesé lesz. Dénesnek is volt már egy cipője, de ezt most prognócióban fogadja el tőlem. Úgyhogy ez a cipőről csak annyit kell tudni, hogy a Lukasz... Tehát ez is egyéb egy készülő cipő, amit meghoztál, igen. És ez annyit kell róla tudni, hogy ezen a lukasztás, ez az, ami egyedi. Mert más ilyen cipők, elegáns cipőkön, ezeken mindenütt itt hangsúlyoznak, de ezen nincs semmi, csak ez az egy. Csak és ez is egy saját motívum. Köszönöm szépen, Magdika. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.